2016 márciusában ismét lehetőséget kaptak a gödöllői Török Ignác gimnázium jelenlegi 7. osztályosai, hogy a Határtalanul című program pályázati keretein belül Zsobokra utazhassanak, a jelentős részt magyar lakta erdélyi településre. A kirándulásról 2016. április 21-én a program zárásaként fotóösszeállításokkal, élménybeszámolóval meséltek a szülőknek. A Körösi Csoma Alapítvány indította el valamikor a Határtalanul pályázatot, most már vagy 8 évvel ezelőtt, és azóta mi folyamatosan a hetedikeseinkkel megpályázunk ezt a lehetőséget, egy kivétellel mindig sikeres is volt a pályázat, úgyhogy ezt az alkalmat mi mindig kihasználjuk, most már megvan a rutinunk hozzá. Ennek a pályázatnak az az eredeti célja, hogy minden magyar diák jusson el olyan határon túli területre, ahol ma is magyarok élnek. Tapasztalják meg, hogy határon kívül más országban is lehet magyarul beszélni, magyarul élni, magyar iskolába járni, magyar közösségeket alkotni. És nekünk ez a zsoboki kapcsolatunk már előbb megvolt, úgyhogy ezt használtuk ki a pályázat kapcsán is. Azt nekünk kell megtervezni, hogy milyen programot biztosítunk a gyerekeknek. Pontosan megadja a pályázat azokat az összegeket, amiket felhasználhatunk. Uti költség, szállás, étkezés, ezeket fizetik. Az egyéb programokat, belépőket, más költségeket azt a gyerekeknek vagy az iskolának kell fedezni. De ez a zsoboki programnál ez bőven elég, amit pályázaton nyerünk, hiszen ezek a legnagyobb költségek, legnagyobb összegek, tehát ebből bőven meg tudjuk oldani, és ezért kicsit segítjük a zsoboki szorványiskolát is, illetve a települést, a református egyházat, amelyik működteti az iskola otthont is. Ebben az évben a gimnázium 38 diákja és 4 kísérő tanára utazott Erdélybe. A tanulók közül Kovács Lili idézte fel a kirándulás élményeit. Ez egy 4 napos kirándulás, busszal utaznak, és van egy magyarországi része, Gyulán az Erkel Múzeumban kezdődik a program. Aztán ott átmennek a határon és Nagyszalonta, az első romániai megállóhely. Nagyszalontán természetesen az Arany János Múzeumot, a Nagy Templomot, illetve a Szoborparkot a főtéren azt szokták megnézni. Most már van egy újraépített Arany János szülőház is, a valamikori szülőház helyén. Oda is ellátogatnak, onnan bemennek Nagyváradra, Nagyváradon csak a Sétáló utcában egy séta, és aztán estére érkeznek Zsobokra. A 4 nap során a gyerekek betekintést nyerhettek a zsoboki Betesda gyermekotthon és szorványközpont iskola mindennapi életébe is, megismerkedhettek az ott élő gyerekekkel. Ez egy mindig egy nagy pillanat egyébként, amikor odaérkezünk egy olyan helyre, ahol se térerő, se ilyen technikai kütyük, meg egyebek. Szép pillanat azt látni, amikor leszakadnak a mobiltelefonokról, és elkezdenek egymásra figyelni, meg elkezdenek beszélgetni. Tehát én számomra ez egy nagy élmény, aki mindig a mobilokkal küzdök, úgyhogy ez egy igazán emberi és megrendítő pillanat, amikor először ezt így meglátják, hogy bejönnek a kicsik, például vacsorázni, nagyon sok kicsi van az árvaházba. És ahogy ott letelepednek, és mit tudom, imádkoznak, és nekiállnak enni, azért az egy ilyen szívbe markoló pillanat, és a mi gyerekeink úgy szépen lassan úgy lecsillapodnak, és elkezdenek odafordulni, mindenki kinéz magának valakit, szövődnek a barátságok, 24 óra után már ott akkora partik voltak, mindenkinek volt valaki, kicsi istápoltja, vagy vele egykorú, és ezek a gyerekeknek, az árva gyerekeknek nagyon nagy szeretett igénye van, és igen, őszinte emberi odafordulással tudnak a mi gyerekeink felé odafordulni, és ezt ők megérzik. És azt hiszem, ez ennek az egész programnak egy hihetetlen plusz része. Nem csak elmegyünk, mint más osztály is körbe rohan Erdélynek valamelyik pontján, hanem az, hogy itt olyan emberi élmények is érik, ami azért egészen másmilyen megvilágításba helyezi az erdélyi magyarság sorsát, és azt, hogy hogyan vagyunk egymásra utalva ide-haza és a határokon túl. A program fő része minden évben a közös március 15-i ünnepség. Mi mindig úgy megyünk ki a gyerekekkel, hogy viszünk egy kész, komplett műsort, amit beleillesztenek az ottani falusi ünnepségbe, ott együtt ünnepel, hát összesen 300-an élnek az egész településen, tehát ott igazából az egész falu együtt ünnepel. Március 15-én természetesen ott is az iskolások, a néptáncosok, a zenekar lép föl, ehhez hozzáillesztik a mi műsorunkat. Aki jártas
az erdélyi magyarság életében, azt tudja, hogy ez az egyetlen olyan ünnep, amit az erdélyi magyarként meg tud élni. Tehát ez nekik hihetetlen fontos, a március 15. Ugye mi nálunk ez kicsit úgy veszti el a súlyát, de ő nekik ez egy nagyon markáns pillanat az életükben. Itt nincsen jobbal vagy közép, itt mindenki magyar és teljes átéli ezt az élményt. Úgyhogy ez is egy plusz egyébként, egy olyan szép pillanat, hogy itt nincsen semmilyen politikai színezete, itt tényleg nemzeti színezete van ennek az ünnepnek, és ez megint egy új szín az itthoni viszonyokhoz képest. És a gyönyörű, szép műsort csinálnak ők mindig, és a mi műsorunkat pedig hihetetlenül megdicsérték. Én nagyon büszke voltam a gyerekekre, nagyon oda tették magukat, gyönyörűen énekeltek, nagyon jól is játszották ezt a műsort, nagyon jó is volt felépítve. Úrik Balázs kollégám igazán nagyon jó válogatta a szövegeket. Aztán nyilván vannak közös órák, foci, kirándulás. A mi gyerekeink még elmennek egy napra egy kalotaszegi, illetve kolozsvári kirándulásra, és aztán egy közös ebéd után szoktak hazaindulni. Hát én azt tapasztalom, hogy mindig úgy jönnek vissza, hogy vissza akarnak menni. Tehát mikor megérkeznek Gödöllőre, először találkozom velük az iskolában, és kérdezem, hogy hogy sikerült, milyen volt, akkor mindig az az első mondat, hogy mikor mehetnek megint. Aztán persze ez a lelkesedés egy kicsit lejjebb megy, de alapvetően az a tapasztalatunk, hogy tényleg vannak olyan gyerekek, akik visszamennek. Van most már olyan egyetemi hallgató, volt diákunk, aki rendszeresen jár Zsobokra. Tehát már olyan baráti kapcsolatai vannak, ami miatt akár önállóan egyedül, akár fölkérezkedik a mi buszunkra, és úgy megy vissza, de minden lehetőséget kihasznál. Szoktak nyolcadikosok is újra kérezkedni, hogy tavaly voltunk, hogy menjünk idén is. Tehát alapvetően talán ennek a korosztálynak nem az a legfontosabb, hogy a kalotaszegi népviselet milyen szép, vagy hogy a kazettás mennyezetű templomok milyen gyönyörűek. Ezt is megjegyzik, de igazából nekik az a gyerektársaság jelenti az igazi élményt, akikkel ott találkoznak, akiktől még útközben kifelé egy kicsit tartanak is, hogy miféle árvaház, meg gyerekek, meg kollégium, és aztán ott ez néhány másodperc alatt megszűnik ez a tartózkodás, és onnantól kezdve aztán a közös élmények lesznek azok, amik meghatározzák a négy napot. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2016-ban ismét sikeresen pályázott a Határtalanul című programra, így 2017 tavaszán az iskola jövő évi 7. osztályos diákjai szintén részt vehetnek egy erdélyi kiránduláson, melynek fő programjaként ők is együtt ünnepelhetik a zsobokiakkal március 15-ét.